Előzd meg a jövőd. Pénteken délelőtt Bajára érkezett az országos váltófutás, a dohányzás káros hatásaira hívták fel a figyelmet. Autómentes nap. Változatos programokkal várták a diákokat a szigeten, retróbuszra szállhattak és vonatjegyet vehettek a fiatalok. Új játékosok, új edzők, régi célok. Középpontban az utánpótlás nevelés. Kedves nézőink, heti utolsó híradónkkal köszöntöm Önöket itt a Bajai Televízióban. Előzd meg a jövőd címmel országos váltófutást szerveztek, amellyel az egészséges életmódra hívják fel a figyelmet. A rendezvényen az egészségügyi dolgozók 16 napon és 1600 kilométeren áttartó futással igyekeznek népszerűsíteni a sportot és az egészség megőrzését. Az esemény 7. napján Dunaszekcsőről Bajára, onnan pedig Kiskunhalasra futottak a csapattagok. A célba érkezés pillanatait láthatjuk. Az Előzd meg a jövőt csapata pénteken délelőtt érkezett Dunaszekcsőről Bajára. A programsorozat főszervezője, Gui Angéla elmondta, a rendezvény célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a betegségek megelőzésére és az egészséges életvitelre. Azért futnak az egészségért dolgozók 16 napon át 1600 kilométert, mert van egy jó hírünk, meg tudjuk menteni magunknak. A betegségek közel fele Magyarországon megelőzhető lenne, ha másképpen élnénk. Kezdjük el az életmódváltást ma, ne várjunk holnapig. A rendezvény különlegessége, hogy minden nap más tematika köré szervezik a programot. A mai napon a dohányzás és annak megelőzése állt a középpontban. Az egészségügyi dolgozók is ennek megfelelően vettek részt az eseményen. Felhívja a figyelmet az ország különböző városaiban az egészséges életmódra. És hogy most pont Baján találkozunk, annak az az oka, hogy a dohányzásról, a dohányzás megelőzéséről és a betegség megelőzésről itt Baján beszélhetünk. És mi, a tüdőgyógyászok, fokozottan érintve vagyunk a dohányzás ártalmasságával. A Korányi Intézet főigazgatója elmondta, a dohányzásnak számtalan káros hatása van. A tüdőrák mellett a légzőszervi és hurutos betegségek, illetve a fulladásos panaszok hátterében is a túlzott nikotin mennyiség áll. Bajaváros alpolgármestere Csubák Nébesesek Andrea elmondta, számára is nagyon fontos az egészséges életmód. Hozzátette, gyakran sportol, és ha ideje engedi, szívesen szervez programokat a szabadban. Ha tartalmas életet akarunk élni, akkor ahhoz nélkülözhetetlen, és természetesen ez az, amivel meghosszabbíthatjuk az életünket. Ha egészséges életmódot követünk mind a táplálkozásban, mind a mozgásban, minél többet vagyunk friss levegőn, ezt adjuk tovább a gyerekeinknek. A rendezvényen számtalan program várta a látogatókat. Több bemutatót is láthatott a színpadon a szép számú közönség, valamint a szigeti pályákon több sportágat ki is lehetett próbálni a fiataloknak. Az országot átszelő váltófutáshoz kapcsolódva egészségnapot tartottak a Petőfi-szigeten pénteken délelőtt. A rendezvény központjában az egészséges életmód és a dohányzás megelőzése volt. Számtalan érdekes program várta a résztvevőket. Spinning, ugráló kötelezés, kickbox, evezős ergométer. Többek között ezekkel a sportágakkal találkoztak azok, akik péntek délelőtt a Petőfi-szigeten jártak. A résztvevőket a testmozgáson kívül más programok is várták. Az egyik sátorban például egészséges alapanyagokból készült ételeket kóstolhattak a látogatók. Nagyon nagy sikere van, és az iskolából a gyerekek jönnek Csőstől, az óvodásokkal is meg tudjuk ezt kóstoltatni. Úgyhogy én nagyon örülök neki, és ehhez hozzájárul az, hogy itt kint a szabadban tudnak mozogni. A program egyik központi témája a dohányzás és annak megelőzése volt. Az Eötvös József Főiskola oktatói szórakoztató, játékos foglalkozásokkal hívták fel a figyelmet a dohányzás veszélyeire. Három foglalkozást terveztünk a mai napra. Mindenképpen az egészség és az egészségtelen foglalkozást szerettük volna a gyerekeknek megjeleníteni, és ezt elsősorban vizuálisan. Ők dönthetik el az egyes ételekről, vagy mozgásokról, vagy mozgásszegénységről, vagy passzivitásról, hogy az egészséges vagy egészségtelen. Ők cselekednek és ragasztják föl a kartorra. A programon több bajai általános és középiskolai is képviseltette magát. A fiatalok érdeklődőnek bizonyultak a téma iránt.
A különböző sátrakban és a színpadon felszólaló szakemberek, sportolók megpróbálták elmondani a diákoknak, hogy nem csak a dohányzással lehet felhívni magunkra a társaink figyelmét, hanem erre például a sporteredmények is tökéletesen megfelelnek. Baja az idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, amelyet minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendeznek meg. A program részeként pénteken autómentes napot tartottak a Petőfi-szigeten. Ezen a napon a gyerekek gyakorolhatták, hogyan közlekedhetnek biztonságosan és szabályosan, ha éppen nem a szüleik fuvarozzák őket autóval. Előre engedjük a lányokat, végén szállnak le a fiúk. A retróbuszon a gyerekek az utazási lemszabályaival is megismerkedhettek. Az autómentes napon ugyanis a DAG ZRT és a MÁVSTAR ZRT is képviseltette magát. Utóbbi egy interaktív jegykiadó állomással készült erre az alkalomra, ahol a gyerekek megtanulhatták, milyen praktikus manapság vonattal utazni. Pénteken az egész nap arról szólt, hogy a szervezők felhívják a figyelmet a fenntartható, környezet és emberbarát városi közlekedés előnyeire, és a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. Az óvodások nagyon élvezték a buszozást, és azt, hogy a szabadban lehetnek. A gyerekeink zöme autóval érkezik, de nagyon szeretnek sétálni, korán szoktatjuk őket ahhoz, hogy gyalogoljanak, sétáljanak és megedződnek, mire nagy csoportosok lesznek. És nagyon szeretünk ide jönni a szigetre. A rendőrség külön minikresztpályát is felállított a Petőfi-szigeten, amit a gyerekek teljesíthettek kerékpárral és gokarttal is. Ezt inkább az óvodásoknak építettük. A gyermekek egy alapvető közlekedési szituációkat tanulhatnak. Ezt elmagyarázzuk nekik, és ugye ezt gyakorlatban is ugye hasznosítják. Ez nagyon fontosnak tartjuk, hiszen azért valamilyen szinten rögzül bennük, hogy is kell közlekedni. Az iskolások közül pedig többen a bringó hintózást is kipróbálták. A megkérdezett fiatalok többsége rendszeresen sporttal és kerékpározik, így jó ötletnek tartották az autómentes napot. Edzésekre apa szokott vagy anya szokott kocsival vinni. És fontosnak tartod, hogy legyen olyan nap, amikor mondjuk senki nem használja az autóját? Igen. Miért? Hát, mert szennyezik a levegőt, és ez rossz. Én sokat járok biciklivel, mert apukám kamionozik, és nem nagyon szoktunk autót használni, mert anyukámnak nincsen jogosítványa, úgyhogy nem nagyon autózunk. Inkább én edzésekre szoktam menni biciklivel, meg ugye a Leventével szoktam biciklizni. A gyerekek napja telt az egészség és a környezet tudatosság jegyében telt. Az autómentes nap programjai egészen délutánig folytatódtak. Szombaton délután pedig a Critical Mass elnevezésű programhoz csatlakozhatnak majd az érdeklődők. A hazai vállalkozásokat szeretnék megismertetni az informatika előnyeivel. A megyei iparkamara kezdeményezésére szakmai előadásokat tartottak a Bácskai Kultúrpalotában, ahol környékbeli cégek, vállalkozások vezetői tudhattak meg sok mindent a számítástechnika világából. Hogy pontosan mire is gondoltak a kamara vezetői, az híradónk végén kiderül. A Bajai Nagy István Művészeti Egyesület, a Műhely Művészeti Egyesület és a Kaffárt Képzőművészeti Egyesület közös kiállítását nyitották meg csütörtökön a Főiskola Kortárs Galériájában. Az alkotók a munkáikkal gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójára emlékeznek. A Dunát és a Széchenyi hidat láthatjuk textilben megfogalmazva az egyik alkotáson. Egy másik grafika szintén a Lánchídra utal. Széchenyi születésének 225. évfordulójára országszerte megemlékeznek, így Baján is a stádium elnevezésű kiállítással. Mindenki számára nyilvánvaló hitel világ stádium hármasa. Széchenyi igen kiterjedt életművel rendelkezik. Megnyitomban erről beszéltem, hogy ez a Széchenyi életmű szinte befoghatatlan, viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a művészek közelebb hozhatták nekünk most Széchenyit. Vajon akkor virágzik a kultúra, ha jó a kormányzás, vagy attól lesz jobb a kormányzás, hogy kultúrára épül? Ezt a gondolatot is felvetette Kovács Zita a megnyitó beszédében. Mindkét faktum önvizsgálatra buzdít bennünket, és elvezet a Széchenyi emlékmű szellemében fogant mai kiállításon. A gróf műveire építve három alkotóközösség mutatja be a legnagyobb magyar gondolatainak mai üzenetét. A tárlat szervezője a Nagy István Művészeti Egyesület, amelynek tagjai másik két egyesületet is meghívtak. Ha lefordítjuk magyarra, ugye a stádium az állapotot is jelent, tehát nem volt szorosan kikötve, hogy Széchenyit kell ábrázolni, hanem
ennek tükrébe, illetve Széchenyire emlékezve akár a jelenkort is. Úgy gondolták, izgalmas és aktuális a téma, ezért tettek eleget a felkérésnek, mondta a Kecskeméti csoport egyik alkotója. Szabadon értelmezve teljesen más értelmezések, bővített értelmezés is lehet. Hát én a magam részéről egy ilyen sokszorosított grafikát állítottam össze. A megnyitón két művész részesült elismerésben. A város díját Jászberényi Matildnak, a Nagy István Művészeti Egyesület díját pedig Harmaticának ítélte oda a szakmai zsűri. A kiállítást október 16-áig nézhetik meg az érdeklődők a főiskola galériájában. Vereckei Zsolt mosolyog az olvasókra a Bácskai Napló legújabb címlapjáról. Az 50 méteres hátúszásban többszörös bronzérmes paralimpikon eddigi 5 karikás eredményeiről egy összegzés készült a friss számban, valamint a Rióból ezüstéremmel hazatérő kajakos Suba Róbert versenyét is újraélhetik a bajaiak alap hasábjait olvasva. A szeptember 22-i kiadásban a helyi hírek, felhívások és közlemények mellett a bajai színházi játékok idei kínálatát böngészhetik végig az olvasók. Megtudhatják azt is, hogy az őszi opera bemutatón ezúttal kiket láthatnak a színpadon a Traviátában. A naplóból kiderül, hogy melyik állattól hangos éjjel a gemenc, és arra is választ kaphatnak, hogyan kerültek a bajai pontyok Egerbe. A lapot megtalálják a postaládájukban, vagy a Bácskai Kultúrpalotában. Az informatika a vállalkozások legjobb barátja, tartják a szakértők. A hazai cégek 89%-a szerint versenyelőnyt jelent a digitalizáció, a gyakorlatban viszont ennek csak töredéke mutatkozik meg. A Bács-Kiskun megyei iparkamara egy országos rendezvénysorozatot indított, amelynek célja az, hogy a vállalkozók felismerjék az informatikában rejlő lehetőségeket. Renner Tamás, a megyei iparkamara elnökségi tagja, előadásában a hazai vállalkozások szokásait mutatta be az érdeklődőknek. A legtöbben ügyintézésre és kapcsolattartásra használják az internetet, a legkevesebb figyelem pedig a reklámokra irányul. A statisztikák alapján jól látszik, hogy a magyar cégek mindössze 61%-a rendelkezik saját weboldallal, ami az európai átlaghoz képest nagy lemaradást jelent. A felmérések szerint ennek oka az, hogy nincsenek tisztában az előnyökkel. Alapvetően az informatika egy nagyon kiterjedt dolog, ez egy közhely, de mégis egyre inkább a mindennapok része és a kenyérkereset részévé válik, és ezért nem mindegy, hogy milyen biztonsági elvek mellett és milyen eredményesség mellett működik egy ilyen rendszer. A Bácskai Kultúrpalotában a szakmai előadások mellett az informatika valamely területén tevékenykedő vállalkozások is bemutatkoztak az érdeklődőknek. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen hasznosak, új emberekkel találkozunk, új igényekkel találkozunk, és én azt gondolom, hogy ebből lehet fejlődni. A kiállítók közül sokan olyan korszerű eszközöket is elhoztak kínálatukból, amelyek nagyban megkönnyíthetik a mindennapos munkát. A berendezések kiváltják a hagyományos, papíralapú munkavégzést, így ezzel is költséghatékonyabb a cég működése. Egy ilyen nagyon jó kis adatmentési lehetőségekről szoktak kérdezni. Igazából ezek egy ilyen kis szerverként felhasználhatók, egy költséghatékony megoldás, úgyhogy róluk szoktak a legtöbbet kérdezni. A szakértők szerint ma már a negyedik ipari forradalom időszakát éljük, így a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak azt, hogy nem vesznek tudomást a folyamatos informatikai fejlődésről. Az első szerintem az, hogy hogyan találom meg a vevőmet. Tehát a marketing, az internet, a kommunikáció, a Facebook. Ez az elsődleges. Ebből adódóan azonnal a következő probléma a biztonság, hogy az adataimat hogyan védem meg, hogyan tárolom, felhő alapon, vírusvédelem, adatbiztonság. A vállalkozásoknak már elérhetőek azok az idei pályázatok, amikből informatikai rendszerekhez és eszközök beszerzésére igényelhetnek támogatást. Most Putnik Tamásnak adom át a szót, aki a sporthírekkel érkezik a stúdióba. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! A labdarúgás utánpótlásáért alapítvány csapatai is megkezdték szereplésüket az őszi szezonban. Az alapítványnál nem telt eseménytelenül a nyári szünet, 2 tucatnyi játékos és új edzők is érkeztek. A fiatalok a Bozsik program mellett a megyei bajnokságokban is szerepelnek. Az érsek család ellen játszik bajnoki mérkőzést az alapítvány egyik korosztálya.
az U7-es, az U9-es, az U11-es és az U13-as korosztály az alközponti Bozsik tornákon szerepel, míg az U11-es és az U13-as gárdák a kiemelt megyei bajnokságokban is indulnak. A legügyesebbek a régiós Bozsik tornákon bizonyíthatnak, ahol erős gárdák ellen léphetnek pályára a bajaiak. Nagyon jó koordinációs edzéseket is szoktunk végezni, futóedzések is vannak, egyéni edzések is, labdakihozatalokat gyakorlunk. A nyáron komoly változások történtek, több korosztálynál is jelentősen bővült a játékosok létszáma. Futballberkekben hetekig beszédtéma volt, hogy összesen 28 labdarúgó, illetve a szüleik döntöttek úgy, hogy a BLS-éből az alapítványba igazolnak. A gyerekek egyelőre jól érzik magukat az edzéseken. Tetszik, pörgősek az edzések, sok az egy a párharcok. A nagyobb korosztályok pedig a megyei kiemelt serdülő bajnokságban indulnak. Az U14-es és az U16-os gárda ez idáig szépen megállta a helyét a pontvadászatban. Augusztus 1-én kezdtünk. Azóta minden héten 4 edzés volt, és úgy érzem, hogy sikerült sokat fejlődni a csapatnak, ahhoz képest, ahogy augusztusban kezdtük. A játékos keretek mellett az edzői stáb létszáma is bővült a nyáron. Gorjanác Márta mozgáskoordinációs tréningeket tart a fiataloknak, míg a szakmai oldalt Orbán Tamás, Jenei László és Keresztes Kavér erősíti. U16-os csapat, együtt edzünk az U14-jel, 25-30 fővel edzünk, hogyha a vidékek is be tudnak jönni hozzánk, tehát maximálisan elégedett vagyok az utóbbi évekhez képest, sokkal többen vagyunk. Az alapítvány vezetése több célt is meghatározott a csapatok számára, de az eredményesség helyett az egyéni fejlődést tartják a legfontosabbnak. Mindenféleképpen a fejlődést, illetve az, hogy ugye az U11-es, illetve az U13-as korosztályból kikerülő gyerekek, illetve az U14-es korosztályba idén versenyző gyerekek, jövőre MB2-es, U14-es, illetve U15-ös bajnokságba szerepeljenek, illetve az U17-es megyei bajnokságból kikerülő gyerekek, az U16-os megyei bajnokságból kikerülő gyerekek jövőre az MB3-as vagy MB2-es U17-es bajnokságba szerepeljenek. Az elmúlt évek TAUS támogatásainak köszönhetően az alapítvány csapatai megfelelő eszköz, illetve technikai háttérrel rendelkeznek a mindennapi munkához, ami szintén segíti a labdarúgók nevelését, fejlődését. Izgalmas hétvége előtt áll a bajai sportélet. Pénteken bemutatkozik saját közönsége előtt a Bácska kosárlabda csapata, szombaton teniszmérkőzés, vasárnap pedig kézilabda és labdarúgás vár a sportbarátokra. Jöjjenek a részletek! Az első fordulóban Budafokon elszenvedett vereséget szeretné felettetni a Bácska kosárlabda csapata pénteken este. Hosszú István együttese a TF Budapest gárdáját látja vendégül az MNAMK sportcsarnokában. Cselgáncsozóink Zágrábba utaztak, Végvári Martin pénteken, Szigetvári Mercedes pedig szombaton vesz részt Európa kupán. Szintén szombaton Sauer Kornél és Kubatov Géza Barcelonában mozgatja a súlyokat, az Arnold Classic fekvenyomó számában esélyesként indulnak a bajaiak. Szintén szombaton a bajai teniszcsapat barátságos mérkőzésen fogadja a zomboriakat. Vasárnap a BLS labdarúgó csapata a Félegyháza felett aratott sikert követően Jánoshalmán lép pályára. Ilyen 4 meccses ciklusonként tervezünk, és amikor túljutottunk a 4. fordulón, akkor láttuk, hogy a következő 4 természetesen nem könnyű, csak könnyebb, és ebbe benne volt a Félegyháza is, mint kakuktojás. Nagyon bíztam benne, hogy sikerül őket megverni, és úgy gondolom, hogy nekünk most nem szabad, hogy befékeződjünk, hiszen most megyünk Jánossal, már jön a Lajos Mize, és ezzel a 4 meccsel, ha úgy lesz, ahogy én szeretném, ahogy elterveztük a fiúkkal, akkor helyre tudjuk hozni a kellemetlen rajtot. A Szent Istváni focisták is nehéz feladat előtt állnak, hiszen ők vasárnap a jó erőkből álló Dusnokot fogadják. A férfi kézilabdázóink ezen a napon a Mecsek Nádasd együttesét látják vendégül a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban, míg a bajai NKK kosárlabda csapata Sziget-Szent Miklóson kezdi meg az új bajnokságot. A sportpercek végén egész heti figyelmüket köszönöm, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra! Most pedig lássuk főbb híreinket még egyszer röviden. Előzd meg a jövőd. Pénteken délelőtt Bajára érkezett az országos váltófutás, a dohányzás káros hatásaira hívták fel a figyelmet. Autómentes nap. Változatos programokkal várták a diákokat a szigeten, retróbuszra szállhattak és vonatjegyet vehettek a fiatalok.
Új játékosok, új edzők, régi célok. Középpontban az utánpótlás nevelés. Kedves nézőink, péntek esti híradónk végén kollégáim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket. Szombaton és vasárnap szokás szerint a visszapillantóval jelentkezünk, míg friss hírműsort hétfőn este 6 órakor láthatnak a Bajai Televízió műsorán. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra! Fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, késő délutántól északkeleten, keleten azonban erőteljesebb gomoly felhő képződés valószínű, és ott néhol zápor is kialakulhat. Általában mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb a középső területeken élénkülhet meg az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 9 fok között várható, helyenként akár talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.